A 2,6 hektáros Eötvöskónyi kastélyparkban álló nagylevelű hársat 2003-ban regisztrálták Magyarország legnagyobb fái közé. A 10 méter törzskerületű és 18 méter magas Matuzsálem így ekkortól országos rekordernek számít. Bár a szakemberek 300-350 évesre teszik a korát, volt olyan számítás, amelyik 600 évesre becsüli a hársfa életkorát. A faluban még ezt is túlszárnyalták a lakók, akik 1000 éves hársról beszélnek. A história szerint a fa a tatárjárás korából származik, sőt a faluban azt is beszélik, hogy a fa a honfoglalás korában született. A kora mellett további különlegessége, hogy valószínűleg a 19-20. Század fordulóján villám sújtotta és kiégett. Törzse ekkor nyílt ketté, mégis minden évben zöldbe borul. Ezt a nem mindennapi különleges fát szeretné megóvni a település, így az elmúlt hetekben a nagyatádi tűzoltókat kérték, hogy tisztítsák meg a fa környezetében lévő magasan húzódó fák azon ágait, melyek veszélyeztetik a nagy hársat. A tűzoltóság munkatársai ennek elegettéve segítettek abban, hogy a sokak szerint 1000 éves fa továbbra is biztonságban élhessen az Eötvöskónyi kastélyparkban.